Nekem tetszett, nekem tetszett. Én nem vagyok szakmában járatos, én abszolút profi, privát ember vagyok, de nekem tetszett ez a darab. Egy kicsit habozott, amikor azt mondta, hogy nekem tetszett. Igen. Miért? Az elején változó érzelmekkel néztem a darabot. Láttam, hogy néhányan el is mentek közben a szünetbe, de én nagyon örülök, hogy maradtam és végignéztem. Szerintem professzionális volt a végén. Hát egyrészt nagyon jó volt a színészi játék, tehát fantasztikus volt az öt színésznőt így látni. Közülük van, akit egyáltalán nem is ismertem, részben ezért is jó a posztra jönni, hogy az ember más színházaknak a színészeit is megismeri. Egy olyan problémát vetett fel, ami szerintem a mai napig probléma, tehát ez a nőknek nyilván a helyzettel különböző elfogadottsága, különböző szakmákban, illetve a megfelelő, hogy is mondjam, a jutalmazása, a javadalmazása, úgyhogy mindenképpen nagyon jó volt ezt a darabot ilyen történelmi közegben látni. Nagyon kiváló volt a darab, nagyon meghökkentő. Az elején a kezdésnél egy picit másra számítottunk, de utána a cselekmények alapján mi nagyon meggyőzőnek találtuk. Azt mondtad, másra számítottatok. Mi az a más? Miben volt más ez a darab? Az indítása még nem volt számunkra világos, hogy mi fog történni a színpadon, mi lesz a cselekmény, de ami utána történt, és a kifejlet az nagyon hiteles és nagyon meggyőző volt, és hát nagyon gyorsan áttettük a 17. századot ebbe a századba. Nagyon súlyos mondani valói vannak a darabnak. Hát talán azt, hogy keresse meg mindenki a saját helyét a világban, és ne menjen a felszínességek után. Színésznőktől mindenképpen megkérdezném, hogy milyen érzés játszani ezt a darabot mindegyiküktől egyesével, hiszen én azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon nehéz darab volt. Igen, és hogy mennyire viseli meg őket ezt, tehát hogy utána milyen kijönni a színpadról. Nézőként téged megviselte ez a darab? Hát voltak pillanatok, őszintén szóval voltak pillanatok. Az elején igen, én is egy picit másra számítottam, mert hogy így nem olvastunk utána, megmondom őszintén, és picit másra számítottunk a kezdeti indítás után, aztán utána így nagyon-nagyon, hát tényleg sok olyan dolog volt benne, ami nem, gyakorlatilag az egész, igen, tehát hogy nem a 17. század, hanem most, és olyan napi problémák, vagy olyan bárhol, nem csak a színészek és a színház környékén előforduló élethelyzetek és szituációk voltak, ami én azt gondolom, hogy mindenkit megérintett. Szabadszájú volt időnként a szövegezése, és ezt sokan nem szeretik. Én azt gondolom, hogyha megvan a helye hát nem is a káromkodásnak, de hogyha csúnyább szavaknak így megvan a helye, és nem öncélúan történik, akkor számomra azért ez elviselhető, és én nem, tehát egyáltalán nem éreztem olyat egyik pillanatban se, hogy fel kellene állnom, és el kellene mennem, úgyhogy hát köszönjük, és szép előadás volt. Köszönöm.